A jelen és a jövő nemzedékei sokat tanulhatnak a 20. század legnagyobb bűneiből, biztosíthatják, hogy azok soha ne ismétlődjenek meg. Az országgyűlés 2012-ben határozott úgy, hogy a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlékének méltóképpen adózva emléknapot tűz ki. Emléknap van ma. A Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja. 2012-ben én magam is megszavaztam azt a parlamenti határozatot, a Magyarország gyűlés határozatát, aminek következtében november 25-ét minden évben az elhurcoltak napjává tesszük. 800 ezer honfitársunk. Nincs olyan magyar család, aki ne lett volna érintve, akár hadifogolynak akár pedig közmunkála málenki robotra elette el kurcolva. A térség országgyűlési képviselője és hatvani önkormányzati képviselők tisztelettel adóztak mindazok előtt, akik életüket adták a hazáért, magyarságukért, politikai vagy vallási meggyőződésükért, illetve akik emberi és polgári jogaiktól megfosztva idegen földön, hazájuktól több ezer kilométerre embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedtek és végeztek kényszermunkát, ukrán vagy orosz bányákban, külfejtőkben, földeken. Hogy miért november 25? Mert 1953-ban ezen a napon tért vissza az első politikai hadifogoly, politikai fogoly a Szovjetunió területéről. Nagyon sokan nem tértek haza. Szinte minden, a nagy részük ott maradt, ott haltak meg, méltatlan, embertelen körülmények között. Gondoljunk ezen a napon rájuk, emlékezzünk rájuk, és tanítsuk meg gyermekeinknek, unokáinknak, hogy miért fontos, hogy még egyszer ez ne követhessen be. Ma megkoszorúztuk az emléknapot, megkoszorúztuk ezt az ünnepet, és mi is gyertyát gyűjtöttünk az emlékükre. Emlékezzünk és gondoljunk azokra az emberekre, akik az életüket adták, akik szenvedtek, és akik Málenki roboton dolgoztak. A Gulák táborokról a világ sokáig hallgatott. Csupán 1970 körül Alexandr Szolzsenyi cím Párizsban megjelent nagyhatású műve, Gulák Szigetvilág címmel változtatott a helyzeten. A Szovjetunióba egykor elhurcolt magyarok adatbázisát a Magyar Nemzeti Levéltár 2021-ben online felületen tette közzé.